A Délmagyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm, Török Mónika vagyok, Sasvári Krisztinával, a Magyar Vörös Kereszt Csongrád Vármegyei Szervezetének igazgatójával beszélgetünk, és ha már Vörös Kereszt, akkor szerintem a legtöbbünknek a véradások jutnak az eszébe. Ez kiemelt területe a Vörös Keresztnek? Így van, a Magyar Vörös Kereszt egyik legismertebb tevékenysége a véradásoknak a szervezéseit Magyarországon, amely tevékenységet egyébként 1939 óta végezzük, és aminek az a lényege, hogy minél több önkéntes véradót tudjunk megszólítani, annak érdekében, hogy hétről hétre az egész ország területén megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, amelynek a segítségével azokat a beteg vagy balesetet szenvedett embereknek az életét lehet megmenteni, akik kórházban vannak, vagy éppen kórházba kerülnek. A különböző vérkészítményeknek mennyi az eltarthatósága? Ez nagyon változó. Ugye a, a Magyar Vöröskereszt feladata addig terjed ki, amíg megszervezi a véradásokat és közreműködik azok lebonyolításában. Az egészségügyi szakmai feladatokat az Országos Vérelátó Szolgálat biztosítja, és ő látja el a vérkészítményeknek a feldolgozását is, illetve a szétosztását, kezelését, tárolását. Egyébként Attól függ, hogy melyik véralkotó eleméről beszélünk, ugye a laikusok is tudják, hogy a, a vért gyakorlatilag három nagy részre bontva dolgozza fel a vérellátó szolgálat, ezeknek a feltarthatósága öt nap és több hét között is változik, és ezért van az, hogy nekünk hétről hétre meg kell szerveznünk azokat a véradókat, akik hajlandóak a vérüket adni, annak érdekében, hogy minden héten friss vérkészítményből és mindenféle csoportból készült vérkészítményből legyen elég. A véradásokat egyébként befolyásolt az, hogy megjelentek a különböző mondjuk úgy plazma gyűjtőpontok. Igen, hiszen nagyon sok átfedés van a kettő között, a plazma a vérnek egy alkotó eleme, éppen ezért nyilván nem mindegy, hogy valaki adott-e plazmát, vagy se, mi is úgy tudjuk hívni véradásokra, önkéntes véradásokra, hogy ennek az információnak az ismeretében kell lenni. Az első időszakban, amikor még nagyon újak voltak a plazma központok, akkor okozott ez egy komolyabb nehézséget nekünk, hiszen sokan elmentek és kipróbálták, de a véradások kapcsán azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a a véradó egészsége az első, ugye ezért is van nagyon szigorú feltételekhez kötve az, hogy ki és mikor adhat vért, és érződött is a szervezésen. Sokkal nehezebben értük el a megfelelő létszámot, amikor elindultak a placmaközpontok. De ahogy módosultak a a jogszabályok és a rendeletek, és ugye most már minden évben a plazmadóknak egy szervért kell adni, így azt tudom mondani, hogy ez a hiány szép lassan kiegyenlítődött, és most már azokra is számíthatunk, akik elmennek plazmát adni, hogy legalább évente egyszer eljönnek és a véradások mellett azért még nagyon-nagyon sok minden tartozik a Magyar Vörös Kereszthez. Gondolhatunk például arra, hogy nemrégiben volt az anyák napja. Ez hogyan kapcsolódik-e szervezethez? A Magyar Vörös Kereszt egy nagyon régi egyesület egyébként, 143 éve jött létre Magyarországon, és azóta szakadatlan és töretlen a működése. Ennek egyik része az az, hogy az ifjúsági vöröskereszt is elkezdett tevékenykedni, tehát tagozatként itt Magyarországon, ez 1921-ben történt egyébként, és az ifjúsági vöröskereszt kezdeményezte 1925-ben külföldi mintára, hogy Magyarországon is ünnepeljék meg az anyák napját, ez egy országos mozgalom már nőtte ki magát annak idején, és elkezdték megünnepelni az anyák napját, sőt az ifjúsági vöröskereszt egy szobrot is állítatott Budapesten ennek érdekében, úgyhogy az anyák szobrát is megtekinthetjük ott, és azóta is ebben a formában gyakorlatilag ünnepeljük az anyák napját itt a hazánkban. A Magyar Vörös Kereszt is természetesen a területi szervezete is a különböző figyelemfelhívási akciókban, vagy mondhatjuk úgy, hogy nevelésben is részt vesz. Igen nagyon sok feladatot ró a Magyar Vörös Keresztről szóló törvény, hiszen egy külön törvény szól a Vörös Keresztről hazánkban a szervezetre, és ezeknek a feladatoknak úgy tudunk megfelelni, hogyha a nevelésben, oktatásban, felkészítésben is részt veszünk, hiszen ezek a feladatok tartalmazzák pontosan azt, hogy ezeket az ismereteket át tudjuk adni. És az egyik célcsoportunk, az egyik korosztályunk, az a fiatal korosztály, akiket meg tudunk ismertetni nem csak a Vörös Kereszttel, a Vörös Keresztről szóló információkkal és a hozzá kapcsolódó tudnivalókkal, hanem azokkal az egészséghez kapcsolódó fontos, megelőző vagy megelőzést támogató információkkal, amik fontosak és hasznosak lehetnek a fiatalok életében. Mire gondolok elsősorban? Nyilván az egészségünk, az egészségünk megőrzése, az emberi méltóság megőrzése, a Vörös Kereszt egyik alapvető célkitűzése mindenütt a világon, és ugye gyakorlatilag minden országban A világon van Vörös kereszt, vagy valamelyik szervezete a Vörös keresztnek, és az egészség megőrzés kapcsán nagyon sok olyan témát ö, tudunk eljuttatni a fiataloknak, akár a kortárs ifjúsági vörös keresztesek segítségével, akár az önkéntes ö, tagjaink segítségével, akár a munkatársak segítségével, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok. Ö, Fontos információk birtokában nőjenek fel, és tudjanak majd döntést hozni. Ilyen például az egészségfejlesztés témája kapcsán a csecsemőgondozási ismereteknek a népszerűsítése. Az idei esztendőben volt a 28. országos felmenő rendszerű országos csecsemőgondozási verseny, amiben minden évben részt veszünk mi is, mint Vármegyei Vöröskereszt, aminek az a célja például, hogy az általános és középiskolás fiataloknak tanítsa meg, azt, hogy hogyan kell egy kisbabát, egy kisdedet gondozni. Minden évben vannak jelentkező csapatok, ez egy nagyon érdekes téma szerintem, is nagyon fontos. De ide kapcsolódik még a lányból nővé programunk is, ami a menstruációs szegénység elleni küzdelmet tűzte az ászlajára illetve azt, hogy ez a korosztály releváns információkkal rendelkezzen a témában, akár fiúk, akár lányok, úgyhogy nekik is tartunk különböző előadásokat, de vannak fogmosással, kézmosással és általános egészségmegőrzéssel kapcsolatos témáink is, illetve az elsősegényújtás is ide tartozhat, hiszen az egészség megőrzésének az élet megóvásának egyik nagyon fontos tudnivalója az elsősegényújtás. Én azt gondolom, nem csak azért, mert nagyon lelkes elsősegényújtó vagyok, hanem azért, is, mert én hiszek abban, hogy az elsőgényújtás egy olyan életre való tudást, egy egész életen át tartó tudást biztosít minden egyes embernek, amit nagyon könnyű megtanulni, nagyon könnyű elsajátítani, viszont tényleg egész életünkbe hasznunkra válhat, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy mikor történik egy olyan baleset, akár az otthonunkban, a családtagjaink körében, akár az utcán, akár egy bármilyen rendezvényen, amikor szükség van arra, hogy egyetlen egy mozdulat, egy helyes telefonhívás, vagy a fölismerése annak, ami történik, megmenthessen életeket, és bizony meg az életeket, amire nagyon sok példa van, és nem csak felnőtt elsősegényújtókról tudok beszélni, hanem olyan fiatalokról is, akik 14 6 éves korukban mondjuk egy elsősegényújtó verseny keretében felkészültek elsősegényújtásból, és utcán sétálva Boltban várakozva életet tudtak menteni, újra tudtak éleszteni, vagy csak egy mentőhívást helyesen megtenni. Egyébként az iskolákban is szinte már mindenhol vannak különböző egészségnapok, ott is ö, hasonló témákban föl lehet hívni a gyerekek figyelmét. Így van, nagyon sok iskolával vagyunk szerencsére kapcsolatban, több programon keresztül, és az egyik legnépszerűbb programunk az elsősegényújtás, amit Különböző korosztályoknak tudunk biztosítani, a legkisebbeknek a macis elsősegélynyújtás keretében tudjuk népszerűsíteni az elsősegélynyújtás fontosságát, de az újraélesztő fantomunk is nagyon népszerű, ahol ki lehet próbálni azt, hogy hogyan kell újraéleszteni, illetve vannak különböző eszközök, amiket ki lehet próbálni ezeken a bemutatókon vagy előadásokon. És a baleseti szimuláció a másik nagy példája az elsősegélynyújtásnak, amit imádnak a gyerekek, hiszen a baleseti szimuláció arról szól, hogy el kell játszani egy sérülést amit nem csak azt tudjuk megtanítani ezeknek a fiataloknak, hogy hogyan kell eljátszani mondjuk egy ájulást vagy egy lábtörést, hanem ezeket a sebeket konyhában állva ki is lehet otthon kotyvasztani, fogalmazunk így, nyilván ennél egy kicsit több, de nem kell sokkal több hozzá, és vannak olyan műsebek, sérülések, amiket művér, amiket el tudunk készíteni, és néhány mozdulattal egy-egy ilyen bemutatón a gyerekek kezére, lábára fölaplikálni ezek tényleg nagyon népszerűek, hiszen mindenki nagyon szereti ezeket a véres dolgokat, főleg így, hogyha szórakoztató. Szegeden melyik iskolában járt a Vörös Kereszt? Gyakorlatilag szerintem az összes iskolával kapcsolatban vagyunk. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk a tankerülettel, és ennek köszönhetően a Magyar Vörös Kereszt is részese a Keve programnak, a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra programnak, aminek a elsősegény nyújtás az egyik témája, és pont ez miatt segítői és közreműködői vagyunk az iskolai elsősegélynyújtás oktatásnak. Azokban az intézményekben látogatunk el, ahol az adott évben a Keve program tematikái köz Beillesztődik az elsősegényújtás és az intézmények elhívnak minket. A legutóbbi példáink között szerepel az ötvös gimnázium, akik ugye bázis a vörös keresztnek, ami azt jelenti, hogy kifejezetten támogatják azokat az értékeket, amiket a vörös kereszt képvisel, és ott is egy ilyen baleseti szimulációs bemutatót tartottunk, ami azt jelenti, hogy eljátszottunk egy sérülést generáló helyzetet imitátorok segítségével, amit el is kellett látni, és ezt követően pedig különböző sebeket készítettünk az érdeklődőknek. És ugye bár, bárki tanulhat elsősegélyt a Magyar Vörös szervezésében, sőt, vizsgák is vannak. Így van az egyik törvény által a vörös keresztre rót feladat 1994 óta a jogosítványhoz kapcsolódó elsősegény nyújtó vizsgáknak a megszervezése. Gyakorlatilag az összes vizsga, ami ebben a megyében megvalósul, az ebből a szempontból kötődik a magyar vörös és ezeken a vizsgákon túl mi tanfolyamokat is szervezünk, alapfokú tanfolyamokat és ismétlő tanfolyamokat, aminek a keretében egyrészt fel lehet készülni vagy a jogosítványhoz kapcsolódó vizsgára, vagy ugye a törvény által a munkahelyi üzemi elsősegélynyújtóknak a képzésében is részt veszünk, tehát azokat a munkavállalókat készítjük föl az alapfokú elsősegélynyújtásra, akiknek ez a munkakörükből adódóan egy kötelező feladat hogyha valaki vizsgázni szeretne, akkor akár Szegeden is megteheti? Gyakorlatilag Szegeden van a legtöbb vizsgánk, de a nagyobb városokban is havonta egy alkalommal szervezünk vizsgát. Most 2024. január 1 -e óta ez online formában is megtehető. A megyei szervezet, vármegyei szervezetnek van egy honlapja, ez a vöröskeresztcsécsém.hu, ahol minden információ, mind a tanfolyamokról, mind a vizsgákról megtekinthető, és most már nem csak megtekinthető, hanem tényleg most már lehet rá jelentkezni online otthonról is. A magyar vörös kereszt a szociális segítségnyújtásból is kiveszi a részét. Itt milyen példákat tudunk elmondani. Így van a rászorulóknak a nehéz sorsú embereknek a segítése és az egyik feladatunk. Elsősorban adományokat gyűjtünk és osztunk ki a rászorulóknak. Ez elsősorban tartós élelmiszert jelent, illetve olyan higiéniai termékeket, amik a mindennapi életben fontosak. Fontos hangsúlyozni, hogy a Vöröskereszt fő célkitűzése mindenütt a világon az alapvető termékeknek a biztosítására szól, ami azt jelenti, hogy tényleg élelmiszerrel és alapvető higiéniai termékekkel tudjuk segíteni azokat, akiket minket keresnek. Ezen kívül van a gyerekszáj programunk, ami szintén nehézsorsú gyermeket nevelő családoknak lett kitalálva, és a támogató által. Hódmezővásárhelyen minden héten 12 családnak tudunk kenyeret és tejet biztosítani, illetve az élelmiszermentésnek is a végrehajtója a Magyar Vöröskereszt, hiszen 2022 óta az élelmiszermentésről szóló rendelet alapján meghatározott élelmiszerboltok és üzletek azt az élelmiszert, amit még meg lehet menteni, átadják a nagy karitatív szervezeteknek. Ezek egyike itt hazánkban a Vöröskereszt, és mi is részt veszünk ebben a feladatban most már két éve, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig három üzletből elhozzuk azt a megmaradt élelmiszert, ami még fogyasztható, és kiosztjuk itt Szegeden, és a makói térségben a rászorulók között. Ezek rövid lejáratú termékek? Ezek elsősorban zöldséggyümölcsöt és pékárút, péktermékeket tartalmaznak, így van. De a rászorulóknak akkor is segít a Magyar Vörös Kereszt, hogyha egy olyan helyzet áll elő, mint ami ugye az ukrán-orosz konfliktus esetében kialakult. Kik azok, akiknek a Magyar Vörös Kereszt Csongrácsonát Vármegyei Szervezete nyújtott segítséget, illetve nyújt a mai napig? A menekült és a kötelező feladatok egyike, amiben közreműködünk. 2022. március 15-én kapcsolódtunk be ebbe a feladatellátásba ebben a vármegyében, és pillanatnyilag két olyan befogadó helyet üzemeltetünk, ahol a rendeletnek megfelelő menedékes okmányokkal rendelkező menekülteket gondozunk. Az egyik a Szentes városában van, ahol 24 főleg kárpátaljai származású menekült családot gondozunk, 80%-uk gyermek, akik itt töltik az időt hazánkban, pont a háború miatt, illetve Hódmezővásárhelyen 34 menekültet gondozunk, ők pedig kifejezetten a, a keleti térségből érkeztek, Harkívból, Donetskből, Nikolajevből, ők főleg azok az idős és általában beteg emberek, akik nagyon nehéz és nagyon rászoruló helyzetben vannak, és az ő ellátásukról gondoskodunk. Mi együttműködünk egyébként ebben a helyi önkormányzatokkal, illetve a Védelmi Bizottsággal, az, aki segíti a munkánkat. Ezen kívül ehhez a feladathoz nagyon sok támogatást kaptunk korábban az ENSZ menekültügyi főbiztosságától. Ez tette lehetővé azt, hogy ezeket a befogadóhelyeket ki tudjuk alakítani. Szentesen, ahogy említette, családok és gyermekek vannak, a gyermekek oktatását, hogy biztosítják ebben a helyzetben. A menedékesekről szóló előírások alapján azok, akik rendelkeznek ezekkel az okmányokkal és közreműködnek a magyar állammal a, a, azokban az előírásokban, amik ő, számukra meg vannak szabva, ők is részesei a magyar oktatási rendszernek, és ez azt jelenti, hogy az összes gyermek, aki most szentesen a mi gondozásunkban van, az állami, óvodai és iskolai rendszerbe bekerült. Egyébként én azt gondolom, hogy az elmúlt két év alatt azt tapasztaltuk, hogy ezek a családok akarnak integrálódni, akikkel mi dolgozunk, azok elfogadták azokat a szabályokat, a házirendet, amit mi kialakítottunk. Az összes gyerek tényleg jár az intézményekbe, részt vesznek az összes foglalkozáson, külön pedagógus foglalkozik egyébként a felzárkóztatásukkal, hiszen tényleg nagyon nehéz sorsú és nagyon szegény családokról beszélünk, és gyakorlatilag az összes gyerek szeret iskolába járni, nagyon sok ötösük van, és mindent megtesznek, ami tőlük telik, de ez elsősorban annak köszönhető, hogy egy csodálatos pedagógus segíti az ő felzárkózásukat és a munkatársaink, és én azt gondolom minden büszkeséggel, hogy példaértékű munkát végeznek velük. Szentesen egy befogadó közösség várta ezeket a menekülteket? Így van, én azt gondolom, hogy az összes szereplővel, akivel tárgyalnunk kellett, és akit be tudtunk vonni az ő ellátásukba, a családsegítők, a védőnők, az orvosok, az iskola, az óvoda, mindenki nagyon segítőkész volt, és nyilván az első találkozás mindig nehéz, hiszen ez nem egy olyan feladat, amivel minden nap találkozik, mondjuk egy családsegítő, egy menekültet gondoznia kell, de az elmúlt két évben bizonyította, hogy nagyon jól tudunk együttműködni, és én azt gondolom, hogy annak a sikere, hogy ezek a családok ilyen jól tudtak integrálódni, nem csak azon múlott, hogy a vörös kereszt mit tudott biztosítani nekik, vagy sem, hanem az is, hogy azokat a szolgáltatásokat, amikre szükségük volt, azokat ugyanúgy igénybe tudták venni, mint egy magyar állampolgár, és gyakorlatilag ez biztosította azt, hogy a, az integráció megvalósulhasson közöttük. De ugye arra is ki kell térni, hogy az itthoni rászoruló családoknak is segít a Magyar Vörös Kereszt, szó szóval volt már ugye az élelmiszermentésről, de családi bölcsödét is üzemeltetnek Szegeden. Így van a Magyar Vörös két társadalmi választ vállalkozása van ebben a vármegyében, hogyha nagyon szűkítve nézem. Az egyik a családi bölcsőde, amit itt üzemeltetünk Szegeden. Ez azt jelenti, hogy három csoportban fogadunk olyan gyerekeket, három év alatti gyerekeket, akiket bölcsődei gondozásban látunk el. Ez egy társadalmi vállalkozás, ami azt jelenti, hogy ez egy díjköteles szolgáltatás, de nyilván ez miután a Vöröskereszt nem egy for profit cég, ezért ez a Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségek fedezésére fordítódik, illetve a bölcsödének az üzemeltetésére. A másik társadalmi vállalkozásunk pedig Ambrósz Halván, egy zöldséggyümölcs feldolgozó, ami kifejezetten azzal a szándékkal jött létre uniós forrásból, hogy a megváltozott munkaképességűeket tudtuk mozgósítani és bevonni, és olyan termékek előállítására vállalkoztunk, amely egyrészt nekik munkát és közösséget biztosít, másrészt pedig a Vöröskeresztnek is egy büszkeség lehet. A Magyar Vöröskeresztről egy Picikét átfogó képet kellene adnunk, hiszen nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik, de mégis hogyan lehet ezt finanszírozni. Sokféle bevételi forrása van a Vöröskeresznek, ugye általában a legtöbb tevékenységükért kapunk támogatást, illetve szerencsére vannak olyan támogatók és olyan fölajánlók, akik segítik azt, hogy minél több programunk megvalósulhasson. Például a tavalyi esztendőben is közel 300 millió forint értékű adományt, pénzbeni vagy természetbeni adományt vehetett. Tehát a magyar vörös oszthatott tovább. Ez megjelenik a véradásainkon például, hiszen hogy a legnagyobbakat említsem, gyakorlatilag a nagyvárosok fürdői, fürdőbelépővel támogatják azt, hogy a a véradók eljönnek, és mi meg tudjuk őket ajándékozni, akár makóra, akár szentesre, és a véradások tekintetében szerencsére nagyon sok támogatunk van, nagyon sok család érintett, hiszen tényleg nagyon sok ember kapott már vért hazánkba, ezért tíz főből legalább egy tudja az, hogy mennyire fontos az, hogy legyen mindig megfelelő mennyiségű vér, és szerencsére nem csak a nagyvállalatok, hanem kisebb cégek is értik ezt, és segítik különböző felajánlásokkal azt, hogy megajándékozhassuk a véradókat. Ez mellett az élelmiszermentés is egy hatalmas érték volt, hiszen azért minden nap hoztunk el zöldséget és gyümölcsöt, illetve pékárut, amit ki tudtunk osztani azok között, akiknek erre szükségük volt. És vannak olyan céges támogatók is, akik kifejezetten pénzbeni adományjal segítik a munkánkat, amit az általuk meghatározott feladatokra biztosítunk. És ez lehet akár szociális feladat, tehát a segédcsomagok is szállításába is fogadtunk pénzbeli adományt, vagy ifjúsági feladat, hogy táborokat szervezzünk, képzéseket szervezzünk, az ahhoz szükséges eszközöket meg tudjuk vásárolni, működésbeli támogatás, ami azt jelenti, hogy a, ugye a gépjárműveinket is üzemeltetjük, ehhez is kaptunk már támogatást, vagy a munkaruhának a megvásárlásához is volt olyan cég, aki, aki nyújtott pénzbeli támogatást. Miután a Vöröskereszt közhasznú, ez azt jelenti, hogy a társasági adóalap csökkentő tétel lehet az a támogatás, amit a Vöröskereszt átvesz. Mi a jogszabályoknak megfelelő igazolásokkal rendelkezünk, és ezeket ki is tudjuk állítani. Illetve nyilván az adó 1% is egy olyan bevételi forrás lehet, amit nagyon sok egyesület és alapítvány gyűjt ebben az időszakban, ezt mi is tesszük, nekünk is fel lehet ajánlani az adó 1%-ot. És hát a Magyar Vöröskereszt egy történelmi szervezet hatalmas háttérrel. Így van. 1881-ben jött létre a Magyar Vöröskereszt. Egyébként a május hónap az egyik nagy hónap ebből a szempontból a Vöröskeresztnél, hiszen május 8-a a Vöröskereszt világnapja. Mindenütt a világban a Vöröskereszt, Vörösfőhőd, Vörös Kristály Társaságok ünneplik ezt a napot, hiszen ezen a napon született az alapító, Ánri Dünán, aki egy svájci üzletember volt. És május 16 pedig a Magyar Vöröskereszt születésnapja, hiszen ezen a napon mondták ki, hogy létrejött a Magyar kereszt és azóta működik töretlenül ez az Egyesület. A kezdetektől kezdve mi volt a fő célkitűzés? A vörös kereszt általános célkitűzése mindenütt a világon az emberi élet, az emberi egészség és az emberi méltóság megóvása, Eredetileg azért jött létre a Vöröskereszt, és ugye Ári azért hozta létre, mert volt egy óriási háború 1859-ben Szolferinóban, ami egy nagyon véres háború volt, a kor legvéresebb háborújának számított, 40 ezeren harcoltak, és ő akkor ért oda egy üzleti út során, amikor mindenütt sebesültek, sérültek, hevertek, hiszen akkoriban nem volt divat megmenteni azt, aki megsérült, egyszerűen ott hagyták. És nagyon sokan abban az időszakban azért haltak meg a katonák közül, mert nem volt, aki megitassa őket, ez júniusban történt, tehát forróság is volt, vagy a farkasok, kóbor megtalálták a vérző sérülteket, vagy csak elfertőződtek, és ezért haltak meg. És ez az üzletember, aki egyébként tárgyalni ment, ettől nagyon elszomorodott, és úgy döntött, hogy ő segít azokon az embereken, akiket ott hagytak a csatamezőn meghalni, és bevitte őket egy közeli templomba, és az ottani asszonyoknak a segítségével, hiszen a férfiak harcolni voltak, hogy velem erre, megitatta őket, bekötözték a sebeket, tehát abszolút nem rendelkezett egészségügyi ismeretekkel, hiszen ő egy üzletember volt, de mégis megpróbált megtenni mindent annak érdekében, hogy minél több embert meg tudja menteni, és elkezdték összeírni, hogy kik azok az emberek, akik ott voltak. Ez azért is fontos egyébként, mert a Vöröskereszt egyedülálló abban az egész világon, hogy van egy kereső szolgálatunk, ami főleg a háborús cselekedetek, a polgárháborúk, nemzetközi háborúk során eltűnteknek a kutatására szakosodott a mai napig üzemel egyébként, és a világ összes vöröskeresztének ez egy feladata, hogy ezt a hálózatot üzemeltesse, hogy tudjuk keresni azokat, akik eltűntek. Szerencsére Magyarország nagyon régen vett részt háborúban, de még most is futnak be olyan keresések, amik a II. világháborúhoz köthetőek, és ezekben az ügyekben tud is egyébként a Magyar Vöröskereszt segíteni együttműködve a többiekkel. De alapvetően visszatérve a, a, a létrejöttére, ez a háborús borzalom volt az, ami Ári Dunát arra motiválta, hogy írjon egy könyvet, az volt a címe, hogy Szolferinói Emlék, és ebben ő azt javasolta, hogy létezzen egy olyan szervezet a világon mindenütt, ahol önkéntes nővérek, felkészített nővérek, felcserek, az ilyen háborúban, vagy megkülönböztető jelzéssel bírva, tudjanak segíteni, függetlenül attól, hogy melyik fél katonája esett el, és lehetőleg több embert lehessen megmenteni. És ez egy nagyon népszerű gondolat volt. 62-ben jelent meg a könyv, és 63-ban hozták létre, 1863-ban a Vörös Keresztet, és azért Vörös Kereszt egyébként, mert a, az alapító Ári svájci volt, és ez a Vörös Kereszt, ez a svájci zászlónak a fordítottja, az inverze, és ez egy jól látható megkülönböztető jelzés volt, amit el is kezdtek használni. És amikor ez az idea elindult, akkor nagyon sok király, királynő, vezető, politikus jónak tartotta a gondolatot, és a Vöröskereszt bizottságok megalkották azokat a az alapvető protokollokat, amit most Genfi Egyezmények néven ismerünk, és az emberi jogoknak a védelmét deklarálják, azt, hogy hogyan kell egy háborúban a civil lakosságot védeni, hogyan kell viselkedni polgárháborúban, és milyen védelem illeti meg általában az embereket mindenütt a világon történjen bármilyen erőszakos cselekmény. És tény, hogy a Magyar Vörös Kereszt ugye Csongrád Csanád vármegyében, és itt Szegeden szentesen is itt van, és folyamatosan segít az embereknek. És hogyha már ilyen szélsőséges helyzetet említettük, akkor ezért van benne, hogy a Magyar Vörös Keresztnek van úgymond katasztrófa készenléte is? Így van a katasztrófa készenlét is, egy nagyon fontos feladat. Ez egyébként úgy jött be, ez is egy nemzetközi történet, hogy amikor az első világháború véget ért, akkor minden ember azt gondolta, hogy itt, itt, soha többet nem lesz háború. Ez annyira szörnyű volt, mondták ezt 1900 19-ben, hogy itt biztos nem lesz világháború, na de akkor mi legyen a vörös És akkor. A Vöröskereszt létrehozta a Föderációt, IFRS néven ismert most, és úgy döntöttek, hogy nem csak a háborúban kell segíteni az embereknek, hanem vannak azok a természeti csapások is, amikor nagyon sokan otthontalanná válnak és megsérülnek. Egy vulkánkitörés, egy árvíz, egy földcsúszamlás, tehát bármi, amit a természet okoz, az is olyan helyzetnek minősíthető, amikor szükség lehet a Vöröskereszt segítségére. Ezért most két nagy feladata van a Vöröskeresznek, ugye a, az ICRC, az Ötök Bizottsága, az, aki irányítja a háborús konfliktusokban a Vöröskereszt mentési és egyéb tevékenységeit, és az IFRC, a federáció, az, aki biztosítja és irányítja és megszabja a Vöröskereszt feladatait békeidőben, és a békeidőben vonalon működik a katasztrófa készenlét is. Nekünk is feladatunk készenlétben lenni, nekünk is feladatunk segíteni a hatóságok munkáját akkor, amikor katasztrófa helyzet alakul ki. Ilyen volt például, hogy csak az elmúlt néhány évre tekintsek vissza, vagy 15 évre a, a vörösi szab katasztrófa, ahol feladatot látott el a vörös kereszt. Innen Csongrád megyéből is voltunk egyébként, akik elmentünk, eljutottunk oda, és mi adományokat biztosítottunk elsősorban, de voltak olyan vörös keresztes önkéntesek és munkatársak, akik már a keresésben is részt vettek annak idején de közre működtünk a Dunai Árvíz 2013-as Dunai Járvíz felszámolásában is. Nyilván volt feladatunk, amikor 2014-15-ben itt a délalföldi határ mentén a, a, migráns hullám jelentkezett, és annak a feladatnak az ellátásában is közre működtünk, illetve a COVID ideje alatt is nagyon sok megelőző és támogató tevékenység végzett a Magyar Vöröskereszt. Mi elsősorban a kijelölt hatóságokkal működünk együtt, és szerencsére nagyon jó kapcsolatunk velük, és tényleg mi is és számíthatunk rájuk, de ők is számíthatnak a Vörös Kereszt munkájára. Az adók egy százalékának felajánlásáról mert tettünk említést. A Vörös Kereszt folyamatosan várja is az adományokat. Így van, folyamatosan fogadunk természetben adományokat, bár elsősorban hagyományosan a Vörös Kereszt a karácsonyi időszakra koncentrál. A legnagyobb gyűjtéseink és a legnagyobb adományosztási feladatokat akkor végezzük el. Ez az az ütem, ami mellett mi elsősorban tudunk haladni. A köztes időszakban azokban az esetekben szoktunk inkább segítséget nyújtani, amikor valamilyen váratlan helyzet miatt kerül nehéz helyzetbe egy család. Itt elsősorban azokat a tűzeseteket emelném ki, amikor egy-egy családnak leég a háza. Sajnos elég sokszor előfordult ez az elmúlt időszakban. Ilyenkor általában egy egyszeri adománycsomaggal tudunk segíteni azoknak, akik hip-hop hontalanná váltak, hogy az elkövetkezendő néhány napban csak el tudják látni magukat, illetve szoktunk közvetíteni olyan felajánlásokat is ezeknek a családoknak, ami bútorról, berendezési tárgyakról szól. Ezeket sajnos nem tudjuk átvenni, hiszen nincs logisztikai lehetőségünk a bútoradományunk tárolására, viszont tudunk segíteni abban, hogy az adott rászoruló családhoz egy-egy felajánlás eljusson, és tudunk segíteni abban, hogy megvalósuljon az átadás. Insasvári Krisztinának a Magyar Vörös Kereszt Vármegyei Szervezetének igazgatójának köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást! Dél-Magyar podcast. Dél-Magyar podcast. Hírek, helyben, azonnal.